Sikeres évadot zárt a Griffbáb Színház, melynek tevékenységét társulati ülésen értékelték. Működésüket a korábbi években a pandémia nehezítette, ám 2021-22-ben már nem kellett előadásokat elhalasztani, a közönség pedig visszatért a teátrumba. Ebben a szezonban közel 24 ezeren váltottak jegyet, illetve bérletet az egyes produkciókra. A műsortervet magyar népmeségből állították össze, s látványos, izgalmas bábjátékokat jelenítettek meg a színpadon. Nagyon féltünk, hogy a Covid visszaveti a bábszínház működését is jelentősen, ehhez képest a Covid előtti időszaknak a 80%-át értük el teljesítményben, tehát az előadásszámban, a nézőszámban. Szerintem ez egy nagyon szép szám, tehát elégedettek lehetünk igazából vele. A bábszínház 230 előadással várta a közönséget. Szolnok Ágnes 167 produkcióban lépett fel, így ő vehette át a legtöbbet játszó színészdíját. Mint fogalmazott, valamennyi szerepe különleges volt. A Széttáncolt cipelőkben nagyon jó volt, hogy táncolhattunk, a hóesésben, igen, így kell mondani, abban nagyon, nagyon nagy volt a kihívás, hogy ott egyszerre táncolni, és több szólamban énekelni, és egyik se csorbuljon a másik rovására. Az Illók és Mihókban az, hogy annyi különféle bábot használhattunk, tehát hogy igazából mindegyikben meg volt az, amiért nagyon lehetett szeretni. Az eseményen Balaidz Zoltán mondott köszöntőt. A polgármester hangsúlyozta, a társulat tagjai kiváló munkát végeztek, és a nehézségek ellenére is megőrizték a megszokott színvonalat. Azt gondolom, hogy az a kollektíva, amelyik együtt dolgozik itt a MÁP Színházban, mind a művészek, mind a technikai személyzet nagyon jól abszolválták ezt az időszakot, büszkék vagyunk rájuk, hiszen kitartottak két éven keresztül, őrizték a lángot, és sikerült mostanra a közönség jelentős részét visszacsábítani. Amit az önkormányzat tudott segíteni az elmúlt időszakban, az egyrészt egy anyagi támogatás volt az új mikrobusznak a megvásárlásához. A díszleteket szállító teherautó életkora is elérte már a 18 évet. Jövőre részben önkormányzati forrásból és pályázati támogatásból ezt a járművet szeretnék lecserélni. Ami pedig az új évadot illeti, az első bemutató a Csipke Rózsika lesz, melynek próbái augusztus 22-én kezdődnek.